A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mi történt, mi fog történni, és mi történik jelenleg Fekete-hegy Szárazréten, erről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, vendégem pedig nem más, mint a terület önkormányzati képviselője, Szikli István. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Köszöntöm a hallgatókat. És a nézőket. És nézőket, mert jogos. Kezdjük a közlekedéssel. Fekete-hegy Szárazréten most egy probléma úgy tűnik, hogy nem is olyan régen megoldódott az egyirányú utcák kapcsán. Mi történt ott, és miért volt ezekre a lezárásokra, fizikai lezárásokra szükség? Hát nagyon egyszerű a dolog, mert eddig se lehetett volna behajtani. És rengeteg autó közlekedett az Újcsóri út felől ezekbe az utcákba. Reggeli órákban a lakók például nem tudtak kijönni, de a délutáni órákban meg hazafele nem tudtak bemenni. Mindez úgy történt, hogy mindenhol kint volt a behajtani tilos tábla. És nagyon megvoltak azok sértődve, akiket a rendőrség alkalmanként megbüntetett. Azt mondták a mostani ellenzők is, pontosabban azt mondják, hogy ők inkább vállalják, hogy bemennek a behajtani tilos táblába. Az úgy jobb megoldás volt, mert kikerültek valakiket. Például én álltam a sorba, közben a szomszéd utcákból folyamatosan mentek be a behajtani tilos helyre, és egy másik útvonalon közelítették meg a körforgalmat. Akkor vártam mondjuk 25-30 percet a sorba normálisan, most ő 10-től 15-16 perc alatt folyamatos haladással el lehet érni a nagy körforgalmat. Én azt mondom, hogy ez ennyit nem... számíthatott. Hogy? Tehát, hogyha már nem használják ezeket az utcákat, akkor ennyit számíthatott? Ennyit számít, azért számít ennyit, mert folyamatosan tudsz haladni, és nem arra koncentrálni, hogy melyik utcába éppen kiesik be a körforgalom másik irányába, úgynevezett régi Csóri út felől. Ez egy nagyon sarkalatos kérdés. Vannak kritikus pillanatok, amikor kell 20 perc, de melyik az a nagyváros, vagy a város másik pontján is több helyütt, ahol nem kell 15-20 percet várni, hogy beérje a megfelelő célra. Én úgy gondolom, hogy 4-5 olyan személy van, akik folyamatosan hergelik, zaklatják a többieket, feltesznek képeket, hogy na most már megint hol áll a sor, hol van a sor vége. Nem a sor vége a lényeg, mennyi idő alatt érsz el onnét. 2 héten keresztül a kedves lányom vitte a gyermekét az iskolába, és ő minden reggel megadta az időket, hogy mikor, mennyi idő alatt ért el akármelyik pontról is, ahol éppen becsatlakozott, a nagy körforgalmig. Ez 10 és 16 perc közötti időt jelentett. Ez még vállalhatónak tűnik azért, bár nyilván nem kellemes ott ülni reggel és délután, de... Délután nem. Is az a kérdés, hogy mit akar ez a délután, mert mennek haza a munkából, az érthető. Tehát akkor is sokasodnak. De ugyanez a probléma megjelenik a Palotai út felől a körforgalom irányába, vagy fordítva is, vagy a Szent Flórián körút felől a körforgalom fele. Ez egy országos csomópont. Hát mi isszuk a levét, mert nem csak egy városrésznek a problémáját jelenti, akik minden nap közlekednek, hanem az ország különböző pontjainak itt van becsatlakozási pontja. Összességében azt mondhatom, hogy lenyugodtak már a kedélyek, vannak, akik változatlanul hergelik az embereket. Voltak olyan gondolataik néhányak, hogy na majd elhordjuk onnan a virágládákat, vagy növényládákat. Megvan az összes? Megvan az összes. A virágok is? Nem virág, növényláda egyébként. Növény, 2-ből kilopták a különböző növényeket, de hát ez egy dolog. Itt tartunk ezzel. Másik, ami szorosan összefügg a közlekedéssel, az, ami megjelent a polgármester úrnak az oldalán, hogy miként lehetne átszervezni a körforgalomnak a kérdését.
Számtalan ötlet és javaslat hangzik el a különböző bejegyzésekből. Azért azt közölném, hogy a 81-es elkerülőnek a környezetvédelmi tanulmányterve a nyomvonallal együtt elkészült. Az, ami most elkészült, egy olyan lehetőséget biztosítana, hogy menet közben, míg elkészül majd a 81-es valamikor, az átkötő, addig is találjunk megoldásokat. Ebből két elemet gyorsan kiemelnék. Az egyik két sávú körforgalmat kellene kialakítani, ez az elképzelés, illetve ez az úgynevezett 7,5 tonnás járműveknek a kérdése, azaz a tranzitútvonal megváltoztatása lenne a hangsúly. Szent Flórián körút felől a tranzitútvonal az Újcsóri úton haladna kifele, és a végcsomópontnál lehetne felmenni a elkerülő útra. Ennek van egy óriási előnye abból a szempontból is, hogy jelenleg, ha beérkezel a Palotai úti körforgalomba... Hát oda megy az elkerülőre is. És az rámegy, illetve akkor megterheled az Osán csomópontot. Igen. Tehát így valóban egy csomópontot feloldasz részben. A megítélésünk szerint, legalábbis ahogy én nézegetem, egy olyan 20-30% inkább, ami csökkenést jelentene a forgalomban. Volt egy számlálás, ami szerint naponta 100 autó jön be, tehát a Szent Flórián körút felől. Azért ez óra is teher. Ugyancsak teher az Iszka-Szentgyörgy felől jövő kőszállító. Azokat is rá lehet terelni az elkerülőre. Tehát én úgy gondolom, van egy másik verzió is, amit a befele, tehát Györfön 8-as út felől jövőkre is rá lehetne terelni az elkerülő útra, és úgy menjenek a csomópont felé. Tehát van több változat. Amiket tesznek javaslatokat, azok között vannak nagyon sok hasznosítható, de hát egy dolog mellett tegyük le azért a voksunkat. Most én személy szerint is letettem amellett a voksomat, amit javasol a polgármester úr, hogy kétsávos legyen a körforgalom, bővítsük, és a tranzitútvonal megváltoztatását. Az is érdekes, hogy az ötletek nyomán lehetne sok mindent megvalósítani, de hát időben és pénzben senki se árazza be és jelöli meg az időket. Bármilyen nagy átalakítás az éveket jelent, meg még hozzá több milliárdos forrást. Most azt vállalná az önkormányzat, hogy megcsináltatná a bővítésnek azt a részét, amiről beszélünk, tehát a kettős, kétsávas körforgalmot saját költségén. A magyar közút ez elvileg már hozzájárult, illetve reméljük, ami nem került túl sok pénzbe a magyar közútnak, hogy kitáblázzák a tranzitútvonalakat. Ez körülbelül ez a része, ami érdekes most a napjainkat nyomasztó közlekedés. Mikor kezdődhet el ez a munka esetleg? Nyilván még rövid időn belül elkezdődhet a tervező kiválasztása, és a tervezés engedélyezés az körülbelül fél év, kivitelezés az pár hónap. Itt kapcsolódnék mindjárt egy újabb közlekedési dologhoz, hogy egy új buszváró rendszert alakítottunk ki. Pont ezt akartam én is kérdezni. Hát gondolatolvasó vagyok, úgy tűnik. És a temető középső bejáratánál lévő buszvárót... Palotai út. Palotai útról beszélünk, igen. Áthelyeztük a Tambolt, kenyérgyári Tambolt elé. Ennek hármas célja van, már majdnem készen vagyunk vele, hogy a Szentreskertre hazafele érkezők a város felől szinte a lakótelep az első tizemeletes épületnél szállnak le a buszról. Az iskolából, akik Fekete-hegy Szárazrét irányába mennek, azoknak nem kell átmászni az autók között, hogy elérjék a buszvárót, vagy éppen kocsma előtt, hanem itt rögtön föl tudnak erre szállni. A harmadik, és ez egy lényeges dolog, régóta terveztünk gyalogátkelő helyet a temető középső részénél. Ez annyiban megoldódik, hogy a buszvárót, mert ott közlekedtek át a temetőbe érkező hozzátartozók, ez megoldódik, hogy egy biztonságos
lámpával ellátott zebránál átkelőné tudnak átkelni, és rögtön ott van a buszváró. Tehát én úgy gondolom, ezt a hármas célt megér annyit, hogy egy rövid időn belül elkészülő peronról legyen szó, illetve váróról, ami egyedi Magyarországon először készítenek műanyag peront és hozzátartozó elemeket. Fontos, hogy újrahasznosított műanyagból. Újrahasznosított műanyagból. Ez a része a közlekedésnek most fontos. Ami még hozzá tartozik, hogy több helyütt járdát építünk, Feketej szárazréten és Szedreskerten is. Én úgy gondolom, hogy a Sára Gyura program adott arra lehetőséget, hogy ne egy darab utat csinálj meg, hanem több apró lehetőségbe gondolkozzál. Én azt hiszem, hogy azt vettük, vagy úgy gondolom, hogy azt vettük alapul, hogy kinek milyen nehézséget okoztak a különböző közlekedési részek. Útszélén kellett haladni, sárba, hóba, fagyba és így tovább. Ezért döntöttünk úgy, hogy különböző helyeken rövidebb, de hasznos járdaszakaszok épüljenek. Szedreskerti lakótelepen most is zajlik a járda felújítás. Igen, egy része az a kettes körzethez tartozóan, de ami az én területemet illeti, ott is rövidesen kezdődik egy 11,2 milliós járdaépítés. Ez pontosan a Szeder dülőnek a 4 emeletes helye, ahogy megyünk a Bregyó fele. 20-25 évvel ezelőtt készült egy olyan összekötő járda, ami az épületeket összekötő, ezt teljesen kicseréljük és felújítjuk. De készült gyalogos közlekedés segítő, feljáró, lépcső. Van olyan része a beruházásoknak, ahol a lakóteleppel együtt épült lépcsőt cseréltük le. Tehát azért ugyancsak Szedreskertet érinti a parkolóbővítés kérdés, elég nagyon... Készítettünk tavasszal egy elképzelést, illetve adtunk megbízást egy elképzelést, hogy hogyan lehetne parkolót bővíteni. Volt egy lakossági fórum, ahol bizonyos részét elfogadták, másik részét nem. Ezt tudomásul vettük, és annak szellemébe készül el az a terv, ami alapján majd lehet parkolót bővíteni. Hozzáteszem, ilyen 50-60 milliós tétel, tehát nem egy egyszerű a költségvetésbe ezeket betenni. A Feketej szárazrétről még annyit, hogy napirenden van a Szamos ABC teljes felújítása és bővítése, és vele együtt a posta bővítése, ami jelenleg egy ilyen 8 négyzetméter, 40 négyzetméteres posta bővítés. Még ide tartozó beruházás, várhatóan január 1-től lesz az indulása a Bodrogi utcába a bölcsöde építésnek is. Tehát az is most már akkor alakul. Kész, igen, kiírás van, közbeszerzés, és a döntés után ez is elkészül. Tehát vannak elképzelések, tervek. Nagyon fontos lenne, amit már a polgármesterünknek is jeleztünk, hogy összehangoljuk a vasúti közlekedést, a megálló, százéti megállót és a busz közlekedést, illetve olyan vasúti menetrendre lenne szükségünk nem túl nagy változással, hogy reggelit föl lehessen szállni a százéti megállónál, ugyanis 8 perc alatt bent lehetne a városban, vagy pontosabban a vasúton a utazó. Az lenne a legjobb. Szigli István, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és mindezt elmondta. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt már a beszélgetős műsor. Köszönöm, hogyha velünk tartottak. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.